Sziasztok, én Nagy Rihárd vagyok, és ez itt a Sóstónó, ez Voksán Virággal beszélgettünk éppen április 4-én, és nagyon jót bulisztunk. Milyen volt a buli, Virág, hogy érezted magad, milyen volt a közönség? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a rendezvény, illetve ez a buli, ez fantasztikusan sikerült. A várakozásaimat teljes mértékben felülmúlta a közönség, a létszám és a hangulat is. Nyilván a hangulatnak egy picikét én is hozzájárulója voltam, de nagyon jó volt és vevő volt a közönség az igényes és jó zenékre. Igen, ezt láttuk, mindenki nagyon élvezte a bulit. Nagyon jó zenéket kevertél, és egyébként mi a véleményed a Sóstónoizról, hogy ez a rendezvény sorozat most megy, ugye mindig híres sztár DJ-ket hívunk, és közte ugye te is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól fel van építve ennek a Sóstónó Noise Party sorozatnak a marketing alapötlete, illetve az, hogy hogyan hívják meg és kiket hívnak meg sztárfellépőnek, illetve én azt is egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy nem csépelik el, kvázi havi egy ilyen rendezvény van, nem pedig minden hétvégén, hiszen akkor különlegességét veszteni az esemény. Igen. Hát akkor most térjünk át arra, hogy ugye nagyon sok fellépésed, nagyon sok felkérésed van ugye már sokadik éve, és hogy Nyíregyházáról ugye gondolom szorított titeket az idő, de hogy szét tudtatok-e nézni, hogy tetszik a város, esetleg voltatok-e valahol ebédelni, vagy valamit csinálni? Igazából már 9. éve, mint lemezlovas tevékenykedem, erről ugye nekem ez szakmaként van a kezemben, tehát OK és vizsga, stb. Ezt én igazából szerelmemnek, hobbimnak és munkámnak mindhármat az egybe tekintem. Nagyon élvezem, viszont annyira sűrű a programom így a 9 év alatt, tehát a minimum heti 2 buli az az alap, hogy még ha szeretnék, se lenne időm és energiám arra, hogy akárhova megyek, mindenhol ilyen napokat töltsek, vagy akár egy fél napot is, bármennyire is szeretném. Értem. És akkor például, hogy ugye az éjszakázás, akkor hogy bírod, hogy ugye hivatásod, szerelmed, munkád, hobbid, mindened ez, és akkor az éjszakázás azt, hogy bírod emellett is össze mondjuk kapcsolni a magánélettel, vagy akár bármilyen kapcsolattal? Hát igazából én kiskorom óta nagyon sokat edzek, sportolok. Nekem ez igazából életforma, nem egy konkrétan fogyókúrás éppen hóbort a nyár előtt pár hónapig, úgyhogy nekem a sport az nagyon sokat segít abban, hogy regenerálódjam. Hétközben minden nap kvázi valamit sportolok, illetve infraszaunázom, vagy sima szaunázom, ami szintén így nagyon regenerál, én ebben hiszek, illetve a sok-sok alvásban. Igen. Akkor a másik kérdésünk az lenne, hogy ugye te, mint dekoratív, gyönyörű szép lánya a médiában, ugye kapsz hideget és meleget, sok lapok, cikkek, újságcikkekben szerepelsz tévében, és hogy hogyan bírod, hogy bírod a negatív kritikát, vagy esetleg a pozitív építő kritikát, vagy mit gondolsz azokról, akik negatívan vagy pozitívan vélekednek a tevékenységeidről? Hát a pozitív kritikát azt úgy gondolom, hogy csak egyféleképpen lehet lereagálni, csak örülni lehet neki. A negatív kritikát azt kettő részre bontanám. Az egyik az, amikor alaptalanul és féltékenységből, irítségből, jófajta magyar előítéletből vádaskodnak, úgyhogy nem is ismernek, vagy életükben nem voltak a bulimon. Ez általában a 90%-a a negatív kritikának, és akkor marad maximum egy ilyen 10%, amikor valami alappal van megkritizálva, azt pedig szívesen fogadom, és egyből ugye besorolom, hogy A vagy B kategória, és azt szerint kezelem. Igen, hát akkor ez nagyon jól megy, úgy látszik. Most pedig egy kis magánéleti kérdéseket szeretnénk feltenni, ugye nyilván, hogy van-e most komolyabb kapcsolatod, mik a jövőbeli terveid, vagy akár most hogy álltok lemezekkel, milyen új dalokat csináltok, vagy akár feldolgozásokat, és ezekről szeretnénk, hogy beszélnünk egy kicsit. Hát igazából a szakmai részére reagálnék, így hajnali 3-kor. Igazából most készült el egy teljesen új átdolgozása az Are You Ready című dalomnak, amit Axwellnek az énekesével, Max Seavel készítettünk el, és most ebben az évben Andrew Juniorral és Jack Derekkel újra gondoltuk ezt a számot, egy kicsit progresszívesebb alapokra helyezve. Én szerintem nagyon jól sikerült. Ennek pont tegnap volt a Facebookos debütje, és hamarosan meg is jelenik, és worldwide, tehát egész országra. Na, nagyon szépen köszönjük, aztán nagyon sok további sikert kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a Sóstónóhoz, és hogy emelted a színvonalát az egész rendezvénynek. Köszönjük. Köszönöm a meghívást.